a déli nyitás politikájával tulajdonképpen összhangban Magyarországot bemutató kulturális és gasztronómiai napot szervezett az afrikai Malaviban a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ. Még adásunk idején, a világhíradó idején is tart a rendezvény, amelyre a helyi gazdasági vezetők közül is többen ellátogattak. Gulyáslevessel, hamuba sült pogácsával és Túró Rudival várják a vendégeket itt Malaviban a Magyar Napon. A háta mögött éppen készül a gulyás. A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezi a mai napot. A cél, hogy bemutassák Magyarország gasztronómiáját, kultúráját. A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Házak feladata elsősorban, hogy a magyar vállalkozások számára új piacokat biztosítsanak, emellett pedig a magyar kulturális értékeket is bemutassák a világnak, most például itt Malaviban. Malaviban a közösségi élet színtere az iskola. Szijjártó Sarolta, a Magyar Afrika Társaság jószolgálati nagykövete, egész nap apró meglepetésekkel kedveskedett a kicsiknek. A Magyar Malavi Napok célja nem csak az, hogy elősegítse a két ország gazdasági együttműködését, hanem lehetőség nyíljon arra, hogy a helyiek megismerhessék a Magyar Afrika Társaság humanitárius tevékenységét. A Magyar Napra a Malaviban dolgozó magyar orvosok is ellátogattak. Ez a Magyar Afrika Társaságnak már a 12. orvos missziója, de nem csak segítkeztek apróbb sérülések ellátásában ezúttal a Magyar Napon a doktorok, hanem a főzésben is volt szerepük. Nagyon jól érezzük magunkat itt a Malavi Magyar Napon, sajnos orvosi minőségünkben is dolgozni kellett, ugyanis történt egy kis sérülés, az egyik kisfiú krumplipucolás közben megsértette a kezét annyira, hogy össze kellett varni a sebét, de hát aztán siettünk ide-vissza gyorsan készülődni, a többiekkel díszíteni a termet, sütni, főzni, úgyhogy jól érezzük itt magunkat. A bográcsgulyás, meg a pogácsa, úgy gondolom, hogy valóban a hazai ízeket, a hazai ízvilágot fogja idézni. Kedves vendégeink, remélem, hogy szívesen fogyasztják majd. Hamuba sült pogácsát sütünk itt az iskolának a kertjében. Nagyon sokan ide jöttek körénk, és kérdezik, hogy mit csinálunk. Ezt a leves mellé készítjük. Mellé lehet majd fogyasztani. A Magyar Napra látogatók itt Malaviban izgalmas filmet láthattak a disznóvágásról és a pálinka főzésről, de megismerkedhettek a magyar zene világával is.